Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy nagyon egyszerű, de csak a Linux Mint-nél előforduló hibára, vagy hát inkább feladatra fogom felhívni mindenkinek a figyelmét. Gyakorlatilag, hogyha valaki új a Linux Mint alatt, észreveheti, hogy a szoftverkezelő, amivel telepíteni tudsz alapesetben grafikusan programocskákat, az nem mindegyik Flatpak csomagot fogja neked bemutatni. Rákeresel, ami egyébként iszonyat bosszantó dolog, rákeresel, tudod, hogy 2 évvel ezelőtt, 1 hónappal ezelőtt másik gépen, másik rendszeren az a Flatpak csomag volt. Tehát a szoftverkezelőben rákeresel egy csomagra, amiről tudod, hogy van, és Flatpakbe szeretnéd feltenni, és kijelzi, hogy bocs, nincs. Bocs, nincs, vagy régebbi rendszercsomag van. Ez nagyon kellemetlen dolog. Igen, ezt leírták anno, amikor kijött ez az új verzió, hogy arra odafigyelnek, hogy a Flatpak csomagok közül csak az ellenőrzött, hitelesített csomagokat fogja mutatni a szoftverközpontunk, a szoftverkezelő kis programocskánk, és ami nincs hitelesítve, ellenőrizve, agyon vizsgálgatva, azokat nem. Oké, ez egyértelmű. Hát mit lehet tenni? 2 darab megoldás van erre a problémára. Az egyik megoldás természetesen az, hogy felmegyünk a FlatHub-ra, és utána kézzel, azaz terminálon keresztül telepítjük a dolgokat. Hát ezt bemutatom én neked, legalábbis megmutatom, hogyan működik, mert most nem telepítünk semmit, csak az elméletet, illetve azt a részt szeretném bemutatni, hogyan lehet ezt a hibát, szerintem hibát megjavítani. Gyakorlatilag felmegyünk a Flatpak oldalára. Azaz felmegyünk erre az oldalra, az a neve, hogy flathub.org, és itt a keresővel megkeressük az adott dolgot, legyen ő az, amit szeretnénk, és akkor az installra kattintunk, és ezt bemásoljuk terminálba. Ebben semmi probléma nincs, de sokan szeretik azt, hogy ne kelljen ilyen terminálos dolgokat véghez vinni, mert terminálos. Egyébként másokan nincs, csak tartanak a termináltól, meg kényelmetlennek találják, és amúgy is az olyan fura dolog. Oké, ez az egyik megoldás. Ez a legegyszerűbb megoldás, hogyha kivettek egy csomagrészt, egy csomó programot a grafikus telepítésből, akkor azt természetesen tudjuk terminálban is telepíteni, ahogy hagyományos megoldás van. Oké, de mi van akkor, hogyha azt mondjuk, hogy szeretnénk kicselezni ezt a tilalmat? Nyilvánvalóan a Linux Mint-es fejlesztők tudták, hogy hát jó lenne meghagyni azt a lehetőséget, hogy egy kapcsoló átállításával vissza tudjuk kapcsolni azt, hogy az összes Flatpak csomagot mutassa. Azaz, nézzük meg, hogyan tudjuk ezt megoldani. A megoldás nagyon egyszerű, és alapvetően szerintem az emberek 90%-a tudja, de annak a 10%-nak, akinek ez problémát okoz, vagy éppen belefut abba, hogy valami oknál fogva nem talál meg Flatpak csomagot, ő neki ezt szeretném bemutatni. Azaz a szoftverkezelőt, nem a forrásokat, erre nagyon figyeljünk, hanem a szoftverkezelőt meg kell nyitni, megnyitottuk, egy picit molyolog, letölti a képecskéket, szuper! A következő lépés az, hogy beállítjuk, hogy már légy szíves odafigyelni, hogy nekünk aztán minden, az összes olyan Flatpak csomagot légy szíves mutatni, amire szükségünk van. Ide megyünk a beállításokhoz, beállítások, ide megyünk a Flatpak csomagokhoz, és ezt bejelöljük. Azaz jelenítse meg az ellenőrizetlen Flatpak csomagokat nem ajánlott. Én azt mondom, hogy eddig is, tehát amíg ki nem vették az ellenőrizetlen megjelenítést, mindenki telepítette az ellenőrizetlen Flatpak csomagokat is. Nyilvánvalóan a soha nem hallottam róla Flatpak csomagot, és ilyen programról még szerintem senki nem hallott, de amúgy is olyan gyanús, fura dolog, azt nem kell telepíteni, de a megszokott nagyobbak, amiket ismersz, használtál, azokkal elméletileg és sok esetben, esetek többségében gyakorlatilag problémád nem lesz, azaz jelenítse meg azokat, amiket eddig nem jelenített meg, rákattintunk, leokézzuk, és ennyi. Természetesen itt leírják, azaz a szokásos apróbetűs, amit nem apróbetűs, felelősségkizárást megteszik, a nem ellenőrzött Flatpak csomagok nagy biztonsági kockázatot jelentenek. Ennek az esélye megvan, de viszonylag pici, én úgy gondoltam, hogy ezt visszaállítom a régi megoldása, azaz jelenítesse meg az összeset. Én úgy 11 néhány Flatpak csomagot használok, gyakorlatilag azok, amik nagyok, ismertek, és régóta használom, megszoktam őket, ővelük nem volt probléma, nyilvánvalóan lehet probléma, természetesen, de tárolóban lévő programmal is lehet probléma,
kézzel letöltött és manuálisan telepített Debian csomaggal is lehet probléma, bármikor bármelyik hacker, rosszindulatú ember vagy fejlesztői hiba adhat olyan problémát, hogy gond legyen, de maradjunk annyiba, hogy én ezt visszaállítottam, és ha neked úgy tetszik, te is vissza tudod állítani, és az összes Flatpak csomagot ismerteti, bemutatja, kereső elő fogja neked adni a keresésbe, és akkor már telepíteni tudod. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, remélem azért senkinek nem mondtam olyan nagy újdonságot, esetlegesen aki Linux mintet használ és belefutott ebbe a problémába, ebbe az 5 percbe, 5-6 percbe megtudta, hogyan lehet ezt visszaállítani, és akkor nem kell manuálisan, azaz terminálban telepíteni neki a kívánt programot. Köszi szépen, sziasztok!